Na, sziasztok srácok! Itt vagyok ismered egy újabb videóba. Wow, de rég mondtam ezt. Igen, bevallom őszintén az elmúlt időben egy picit eléggé el voltam tűnve. Körülbelül 2 hónapja lényegében van is content, meg nincs is content. Van, hogy egy hétig egyáltalán nem jelentkezek. Van, hogy jön 1-2 videó, egy stream próbálkozás. De itt az élő példa arra, hogy miért nincsen is content jelenleg a csatornán többek között. Nem, a videódást nem hagytam abba, ez fontos lesz, hogy ez a videó alején, a címben is az van írva, hogy nem hagytam abba, hogy múlt, értitek srácok, hogy nem hagytam abba, egy kérdőjel van a címben is írva, és erre a válasz, hogy nem hagytam abba a videódást, csak jelenleg van egy pár ok, amiért nem tudok videókat készíteni olyan sűrű, mint eddig. Ugye suli időszak alatt, vagy legalábbis koronavírus időszak alatt csináltam már napi 2 streamet és 1 videót. Nos, nyáron inkább heti 1 videó és 0 stream az, ami így átlagnak mondható, pedig nem ez volt a terv, de nagyon sok vizsgám van, pontosabban volt, most már szerencsére mindenből sikeresen levizsgáztam, mindenre van már jogosítványom, tényleg minden járműre szerencsére, amire csak el tudjátok képzelni, vitorlása jó, motor, sajú, szóval minden szerencsére most sikeresen vettem, nagyon-nagyon sok vizsga volt, ezeken most túl vagyok, szóval ez pipa. Az internet, hogy látjátok, nagyon-nagyon laggol, előbb is megszokott az internet, és ez a másik ok, amiért nincsen sok videó, mert bevallom őszintén nincsen nagy kedvem rossz minőségű videókat, illetve streameket készíteni, ezért inkább nem is készítek, illetve a videó feltöltése körülbelül olyan másfél órát vesz igénybe, amíg hát se az internetet nem tudom használni, se a telefonomat, se a számítógépet, semmit, mert minden kell hozzá, hogy feltöltsek egy videót, és azért az elég sok idő. Tehát így összességében az internet, illetve az én időhiányomban, meg egy picit így inkább nyaralok így nyáron, ezért nincsenek videók, de nem hagytam abba. Ahogy újra otthon leszek és hazaköltözök vissza nyárról, akkor újra aktívabb leszek, mert ott újra lesz jó internet. Itt most jelenleg nekem nincs internetem, mert nyárra elköltöztem. Szóval ennyi. Viszont nem sokára újra visszatérek ebbe. Viszont kell még ebben az egészben rázódnom, mert bevallom őszintén, most ez a beszéd is olyan fura nekem, mert az egész nem tudom, hogy mi történik, hogyan. Elszoktam ettől az egész videódástól, igyekszek visszarázódni, srácok, tényleg mi hamarabb fognak jönni a videók, egyre több és több lesz, szerintem holnap is lesz videó, bár ígérni semmit nem tudok, mert hát sok minden nem rajtam múlik, de szerencsére most tényleg tegnap befejeztem az utolsó vizsgát is, jó, nem az utolsó, még egy van, de az egy picit arrébb van az, hogy csak 25-e lesz, tehát egyelőre most végre kicsit vége, most 6 vizsgán túl vagyok, ami így a héten volt, kb. 6, itt lehet 2 héten, de mindegy, most jó sok vizsgán túl vagyok, és pihi, videózgatok, szóval most ez fog újra jönni, viszont nyár végétől újra a napi szintű, minimum napi 2 content várható, egy stream, illetve egy videó, de most egyelőre ez van, kevés videó, köszönöm szépen azoknak az embereknek, akik így kevés tartalom mellett is itt vannak, és nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, hogy támogattok a név figyelmetekkel akkor is, amikor én nem vagyok éppen a legjobb időszakomban, nagyon szépen köszönöm nektek, örök hála, plusz 12 nap, erről beszéltem, pontosan, egészen eddig. Nem tudok ezzel mit kezdeni. Mobil internetről próbálok videókat, illetve streameket készíteni, és ő nem szeretné, hogy mobil internetről videókat vagy streameket készítsek, mi szerint internet, és ez van. Na ez mi? Van már Silver Leon skin is? Nem is tudtam. Menő. Na jó. Na jó. Hol a kötél? Ez így komolyan megtörténik videóba. Fogja a játék és azt mondja, hogy aki... Erről beszéltem, technikai feltételek nem adottak. Csak ezért nem vágunk ki ezt az egész szituációt, hogy megmutassam, hogy hát nem magam miatt nincsenek a videók, hanem azért nincs a videó, mert nem tudom megoldani a videókat, mint ahogy látjátok, srácok, és ezért tényleg bocsánatot szeretnék kérni, de ez most sajnos egy ilyen szituáció jelenleg, hogy hát nem éppen úgy történnek a dolgok, mint ahogy elterveztem, viszont cserébe egy csomó minden más történt, ami igaziból nem volt tervben, és igaziból egy nagyon jó nyaram volt, most már lassan ezt mondhatjuk, kicsit más volt, mint ahogy terveztem, de én elégedett vagyok vele, a YouTube-ot hát kicsit nem foglalkoztam vele, így nem mondom azt, hogy életem legnagyobb YouTuber YouTube-os nyara volt, de igaziból eddig egy nyaram sem volt YouTube-os, eddig az összes nyáron abba hagytam a videózást. Nem volt olyan nyár, hogy aktív legyek a YouTube-on, de nyár után mindig újra aktív lettem, szóval nálam ez a megszokott a csatornán, hogy nyáron inaktivitás, nyár után meg aktivitás. Általában így tavasz körül szoktam ugye legaktívabb lenni valamiért, nem tudom miért, így akkor csíp meg a légy, hogy
Igazából már tudom, hogy megvan a kitűnő bizonyítvány, tudom azt, hogy lenyugodhatok, nem kell tryhardolni a sulira, és így nem tudom, én így tavasszal nagyon-nagyon fel tudtam prögni YouTube tekintetében, akkor van nekem ugye a legtöbb időm arra, hogy YouTube-ozok, plusz ugye otthon vagyok. De igyekszek, most is azért picivel ugranak halni, aki nem, jó! És nekem meg időben fent van az ultim, és ha az a robot nem engem targetol, akkor már is jó helyzetben lehetünk. Már csak négyen élünk, ami igaziból szerintem egy nem rossz pozíció, de könnyen lehet, hogy meg is halok. De ez kellemetlen, amikor egy Mortis öl meg, nem? Ó, amúgy nézzétek, mit tudok, figyeljetek, ezt mindig ki akartam próbálni, figyeljetek. Ó. Ezt mindig ki akartam próbálni. Most jutott eszembe, hogy ilyet is tudok menő, nem? Amúgy nem. Ezt ki kellett próbálni. We can do this. Ugorjunk be már is a következő mérkőzésbe, és nézzük, hogy vajon itt mi fog történni. Amúgy most nem szokott meg az internet régóta. Ennek kifejezetten örülök. Lehet, hogy amúgy a Bruce Stark nem szokott meg, és az újraindítás segített. Jelen pillanatban már is 2 darab Power Cube-ban rendelkedek, ami amúgy tök jó, főleg amennyiben ezt kamatosztosni is tudom, hisz önmagában a Power Cube nem ér semmit. Power Cube-nak már onnantól van csak értéke, hogy ki tudod használni a Power Cube-ot és gyilkosságokra, vagyis a további Power Cube-okra tudod váltani. Önmagában a Power Cube-tele haszontalan, és sőt, a játék leghaszontalabb dolga önmagában a Power Cube. Hisz mire jó az, hogy most van rajtad 3 ilyen kis bizbasz? Főleg, hogyha nem is bírod megszületni a negyediket, mert béna vagy. Amire nekem szükségem lenne, ez egyértelműen egy ulti, mert ultival le is tudom rázni a robotot. Ezért én a Jean-re rá szeretnék csusszadni. Valahonnan ultit kell szedni. Nem, és tudta, hogy arra fogok. Hát a Brock tudta, hogy merre fogok mozogni. De hát végül ő is belehalt legalább ebbe a szituációba, ez az én kis vigasztíja. Hogy a Brock se élte ezt az egészet túl, és én meg plusz 2 kupát bezsebeltem. Ugorjunk be másik következő mérkőzésbe. Meglátjuk, hogy vajon itt mit tudunk csinálni. Nagyon jól néznek, hogy összejön egy győzelem, bár előbb is elmondtam aztán, mik lettek az előző meccsekben. Oké, meg is van az első Power Cube, ami még nem túl sok, de ez legalább nagyon is a milyen. Egyben rá is csúszanak a második Power Cube-ra, ami valószínűleg viszonylag könnyedén meg is lesz. Így már is 2 Power Cube-os a kezdés. Itt van középen 4 darab Power Cube, amiből talán legalább egy az enyém lesz, meg is van. Mert egyből csúszanak a következőre, így már is 3-4 Power Cube-ban rendelkedek. Még elég sok Power Cube van itt, ami úgy... Ezt nagyon nem kellett volna. Legalább megvan ez a box. Majd ez is megvan. És így már is 6 Power Cube-ban rendelkedek, ami már a wow kategóriába sorolandó teljes mértékben. Itt van az El Primo, amit én szerencsére pontosan tudom. Illetve Spike itt van, aki úgy dönt, hogy ad nekem egy free Power Cube-ot, amit köszönök szépen. A Primo kijött a 3 Power Cube-jával, viszont így is én azért már 7 darab Power Cube-ban rendelkedek. A Spike-ot szeretném lencse végre kapni, igaz, nincs is lett kamera a kezembe, de nekem tökéletes, hogy egyszerűen csak elpatkol. Próbálom szépen kiosztani neki a sebzést, de egyelőre a Spike az időt próbálja húzni, és ez egyetlen egy dolog, amit tehet, mert időhúzással még akár lehet egy top 5 vagy top 4. Szituáció egy kis szerencsével, viszont harcban már esélye sok nincsen. Erre majdnem megöl. És még beelmúltol. Bírom az ilyen embereket. Nem baj. Ez a meccs lehetett volna sokkal jobb is, nyilvánvalóan rosszabb is, bár tényleg megvolt a lehetőség arra, hogy győzelem legyen. Minden lehetőségem ott volt, de sajnálatos módon ez nem jött össze. Remélhetőleg az utolsó mérkőzésünkön már ténylegesen be tudjuk húzni azt a várva vált győzelmet. Első Power Cube-om egyből meg is van. Pont el tudod kapni a Colt. Pont. Jól van, időben mozdultam ki. Urgum-burgum. 16 HP, srácok. Át. De aztán a végén csak én hozom el a killt, ezzel meg is van a második, majd a harmadik Power Cube-om is. Igaz, az ultim is fent van, mind a 3 gadgetem, tehát azt kell mondani, hogy egész jól állok a kevés Power Cube ellenében.
amit most nekem igazából csinálnom kéne, az a kempelés, mert igaziból plusz power kivoltjában úgy sem tudok begyűjteni, de kempelni nem szeretek, tehát inkább felveszem a hartot a másik oldalra, akinek viszont ultia van, illetve van egy hordó, aki csak a szörpartira vár jelen pillanatban, ezért nem biztos, hogy bölcsdönt és most egy hartot kezdeményezni, úgyhogy ha még meg is nyerem a hartot, egyből jön egy harmadik fél, aki nevető harmadiként elhozza ezt a mérkődést, legalábbis ezt a hartot. Tehát semmiféleképpen nem kellene most nekem egy nyílt harcba bocsátkoznom. Távolra való piszkálgatás esetleg működhet, hisz a Colt jelen pillanatban más targetol. És a Colt azért egy kevés ilyen. Colt elnyomta az ultiát, bele is halt, majd enyém az ő power cube, így már is 5 darab power cube-ben rendelkedek. Pontosan nekem ez volt a lehető legjobb, hogy ők harcolnak, és én csak szépen el tudom hozni a jussomat, a power cube-jaimat. Most megint nézd meg, utálom ezt a módot most már. Ő itt remélhetően meg fog halni. Négyen élünk, szóval azért óvatosnak kell lenni. Az lenne jó, ha őt minél hamarabb meg tudnám ölni. Jó, én fel tudom tölteni a HP-t is jelenleg. Morty halt. Yes, yes. Top 2. Egy gadget. Meg is van, hogy 9 darab power cube, meg kell keresni. Nagyon jó, és a Bull kapja a fókuszt. És ezzel ott is van végre a győzelem. Nagyon itt volt már az ideje, hogy nyerjek egy meccset. Nagyon jó érzés, hogy tényleg sikerült egy győzelem. Egészen feldobta a napomat, hogy most tényleg megnyertem ezt a mérkőzést. Hiányzott már nekem az, hogy nyerjek egy meccset brutalizatban, komolyan. Ez a mai videó ennyi lett volna, remélem élveztétek, ha igen, jelentétek ezt egy lájkkal, feliratkozással, amivel szeretnétek, én Nándorjá voltam, köszönöm szépen a figyelmeteket, legyetek jók, holnap jövök egy újabb videóval, addig is velem tartás, kommentelés, feliratkozás, na, sziasztok srácok, köszönöm mindenkinek figyelmét, legyen nagyon szép napotok, na, pááá.